Június 26-án kezdődik az idei képköznapok. Beszélgető partnerem Ruman Gábor, a tábor szervezője. Milyen feltételekkel lehet részt venni a programokon, illetve kik vehetnek részt az idei rendezvényen? A fesztivál programokra minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk. Az alkotó táborba oda előzetesen kellett jelentkezni. Május 31-e volt a határidő. A jelentkezőknek ki kellett tölteni a jelentkezési lapot, és egy szinopszist kellett írni, egy filmötletet, amit itt a táborban fognak majd megvalósítani. Honnan érkeztek idén táborozók, és milyen feladatokkal várjátok őket? Nagy örömünkre szolgál, hogy sok helyszínről érkeznek idén csapatok. Ez azért már valamennyire az előző években is így volt, voltak Németországból, Erdélyből, több helyről forgató csoportok. Idén Belgiumból várunk vendégeket, de Londonból is fog érkezni egy jó barátunk, Budapestről és az ország egyéb pontjairól, Pécsről, Szekszárdról. A feladatok hát egyrészt a filmtervek megvalósítására vonatkoznak, illetve az első napokban egyéb meglepetés feladatokkal is szolgálunk majd, illetve további programok lesznek, amik a filmkészítéssel kapcsolatosak. Van esetleg idén valamilyen tematikai megkötés, vagy bármilyen egyéb korlát? Tematikai műfajbeli korlát az nincs, viszont az előző évekhez képest van egy újdonság, hogy idén az alkotóknak egy zenét föl kell használniuk a filmjeik megvalósításához. Ezt mindenképpen kell egyszer használni, de egészen más zenét is hozhatom, ami nem baj, hogy még akár az sem, hogy dominál a filmben. Ez egy 5 percet, de természetesen nem kell az egész 5 percet, aki akarja, végig ezt használhatja, aki nem, az csak egy rövidebb szegmensét. Mikor kerülnek vetítésre a táborban készült filmek, kik lesznek a zsűritagok, milyen díjak kerülnek kiosztásra? Csütörtök évfélig kell elkészülni, utána lesz még körülbelül egy nap, amiben ezek a munkák feldolgozásra kerülnek, és szombaton, a záró napon, július 3-án délután 2 órakor fogjuk levetíteni őket a művelődési házban, a zsűritagok részvételével, akik név szerint Zalán Vince filmkritikus, Weber Kristóf zeneszerző, illetve Monori Mész András filmrendező lesznek. A vetítés után lesz majd egy kötetlen beszélgetés, ahol megvitatjuk az elkészült munkákat. Az alkotók elmondják, hogy milyen elképzelésük, előzetes elképzelésük volt a filmekkel kapcsolatban, ezt mennyire tudták megvalósítani. A zsűri is elmondja észrevételeit, majd az este folyamán lesz egy díjkiosztó gála. A rendezvény ideje alatt nem csak a táborozóknak, hanem az ide látogatóknak is terveztek programokat. Mit emelnél ki ezek közül? Hát rögtön az első napon, szombaton, június 26-án este 8 órakor lesz egy kiállítás megnyitó. Itt Pongrácz Éva, Ruman Emil, Szabó Klarisz és Rácz Lívia munkáiból fogunk részben az örökségházban, részben a szálláshelyen egy kiállítás megnyitót tartani. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, mert nagyon tartalmas anyagnak ígérkezik ez a válogatás.
festmények, szobrok, rajzok, elég sokrétű dologra lehet számítani. Vasárnap két fontosabb programot szeretnék kiemelni, ez a második nap, ez június 27-e. Délelőtt 10 órai kezdett el az Örökségházban, a belga vendégeink fognak egy előadást tartani az ő videóművészetükkel kapcsolatban. Több filmet be is fognak mutatni, illetve ezekről fognak beszélni. És a másik program, amit még ezen a napon kiemelnék, ez pedig Zalán Vince rövidfilm válogatása is. Ő is már évről évre szokott hozni mindig egy filmcsokrot magával. Célkitűzés az, hogy megpróbáljuk mindinkább bevonni a helyi lakosságot is, illetve ne csak a táborozóknak szóljanak a programok, hanem próbálunk olyan elemeket is bevonni a programba, amivel a helyi lakosságot is meg tudjuk szólítani. Ennek az egyik eleme például a bütykölőkörnek a kézműves tevékenysége, ide a szabadtéri színpad mellé ki fog települni a bütykölőkör. Pénteken és szombaton este szeretnénk koncertprogramokat szervezni. Pécsi zenekarok fognak bemutatkozni többnyire, lesz a Tükezú például, az Anyswing, Hot Magnets. A programok látogatása az teljesen ingyenes. Tényleg azt gondolom, hogy az előző évekhez képest egy sokrétűbb, gazdagabb programot sikerült összeállítani. Mindenkit csak buzdítani tudok arra, hogy jöjjön el, válassza ki a neki tetsző programelemeket, mert tényleg a kézműves foglalkozástól kezdve a kötetlen beszélgetéseken át, a kortárs rövid filmeken keresztül, és tényleg a ma élő zenei irányzatokig mindenféle program megtalálható ebben a rendezvény csomagban. Nekem igazából olyan más nem jut eszembe. Nagyjából.